Sziasztok! Szevasztok, csöves bánatok! Azért jelentkeztem be most ilyen csinosan, mert úgy érzem, hogy alkalmattán öltözködtem. Szóval ez azt jelenti, hogy én az előző héten felkerestem fuksos fárajót. Én vagyok a fárajó! Sajnos nem sikerült megegyeznünk abból, hogy csináljunk egy közös produkciót, a menedzserrel is felvettük a kapcsolatot, nem tudtunk megállapodni a menedzserrel, sehogy se, szerintem nagyobb árakon megy haknizni, mint Berki Krisztián. Próbálom megszerezni a fuxos fárajó telefonszámát. A fuxos kispesti Maradona. Meg is nézzük a tudatokozó pluszt, hogy hát tudja fárajónak a kispesti telefonszámát. Jó napot kívánok, én Farkas Soma vagyok, és azt szeretném megkérdezni öntől, ha tudom nekem segíteni, hogy van a Dick TV-nek a sztárja, a fuxos kispesti fáraó, aki megtanította a Dorina apukáját. 118-24 esetleg. Tessék? 118-24-en tudná esetleg érdeklődni. 114-24. 118-24. Jó, 118-24. Köszönöm szépen a segítségét. Halló, halló. Nem tudod segíteni, de megnézzük a 118-24 tud-e. Szia, szia, egy pillanat, csak éppen eszek egy másodperc, csak legyen. Szia, szia, abban én Farkas vagyok, és azt szeretném megkérdezni, ugye van a Dick TV-nek a sztárja, a fuxos fárajó, aki a Donina apukájával összeveszett, amikor egy csöves bánat hozták. Csöves bánat. Mi van csöves bánat? Hogy a fuxos fárajónak Kispestről tudnám a telefonszámát elkérni valahogyan, hogy ebbe tudnál ön segíteni. Hát nem vagyok benne biztos, de ezért utána nézek önnek, rendben? Jó, 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 köszönöm szépen, nagyon fontos lenne. YouTube-on van fönt, fárajó, kispesti. És fuxa van. Hát nézem önnek, hiszen sajnos semmilyen találat nincs rá igazából. De te nem ismered? Nem, egyébként nem ismerem, viszont látok, így keresés alapján van egy Instagram és egy... És mi az Instagram? YouTube videó. Hát itt az, hogy fárajó hivatalos. Igen. És neve. Igen. Hát ugye itt... Milyen képek vannak róla? Hivatalosnak tűnik az oldal? Hát ugye személyről vannak képek. És hogy néz ki, hogy biztos, hogy ő az-e? Hát ilyen öreg, hosszú haja van, szemüveges. És van fuxa? Hát igen, van. És milyen tetoválásai vannak? Azt meg tudná nekem mondani? Hát nagyon homályos képek vannak, tele vannak, hogy tetoválás alatt látom. És még annyi a másik, hogy a helyes írása milyen a képei alapján? Mert hogyha... Nem néztem meg. Jó. Jó, és akkor viszont a másik, a YouTube-on melyik találat volt a fárajóról? Hát befenyített a csövesben a fárajó. Jó, jó, de akkor telefonszám nincs hozzá. Nincsen, sajnos. Jó, azért köszönöm szépen a segítségedet. További szép napot, szia, szia. Fárajóról megtudtunk egy-kettő dolgot, ugye az Instagramját, de a telefonszámát sehogy se értük utol. Szóval megkérdezem esetleg más kaliberi lányokat, hogy hát tudnának nekem segíteni. Szóval nézek egy-kettő rossz lányokat, hogy hát ismerik fárajót. Igen, tessék. Szia, szia, Farkas Soma vagyok, és Stellával beszélek? Szia, én vagyok, igen. Szia, azt szeretném kérdezni tőled, hogy látom kispesti vagy, ugye? Igen. És egy ismerősöm adta meg a telefonszámodat, hogy te ismered a kispesti fuxos fárajót, és tudnál nekem segíteni, és meg tudnád adni a kontaktot hozzá. A kicsodát ismered én? A kispesti fuxos fárajót. Fárajó. Hát nem ismerem. Összeveszett a Dorina apukájával, és lecsöves bánatozta, úgyse? Úgyse. Akkor elnézést a zavarásért, ne haragudj. Semmi gond. További szép napot. Szia-szia. Bazd meg, senki se ismeri, pedig itt van Stella. Szia, Happy Dori, én kispesti fárajó vagyok. Ismersz engem? Nem. Nem? A Dick TV-nek vagyok a sztárja. Aminek? Dick TV. Hát nem. A Minden Álmos sorozatból. Tessék? Minden Álmos című sorozatból. Hát nem, úgy sem ismerlek. Mert azt hallottam, hogy te is itt vagy, kispesti vagy, ugye? Nem. Nem? És akkor nekem nem jár kedvezmény? De nagyon sok fuxom van. Na és?
Te tényleg nem ismered a kispesti fárajót? Hát biztos, hogy nem. Hát amúgy a sajnálattal hallom. Na mindegy, köszönöm szépen a segítségedet azért. Azt hittem kedvesebb leszel, de további szép napot kívánok neked, jó? De hogyha gondolod, megtanítalak még kukázni. Megtanítalak, hogy kell kukázni. Szia! Bazd meg, Dancsó csinál 800 ezeres megtekintést kispesti fáraójónak, és senki se ismeri. Eszem eldobom. Eszek inkább egy gyíroszt. Azt a kurva. Ezt föl kell vedni. Szia, kispesti fárajó vagyok. Kispestről, Fuxos. Szia, szeretném megkérdezni, hogy milyen árakban dolgozol te? Mit kell rólad tudni? Jaj, semmit, drága, csak külföldieknek. Szia! Várj! Kispesti fárajót nem fogadják el sehol! Milyen külföldieknek? Kispesti fárajó külföldön is ismert. Istenem! Ha jó, itt a kispesti fárajó. Ismersz engem? A Fuxos fárajó. Tes... Fasz meg! Fárajó. Viteszteltük, hogy fárajót mennyire ismerik. Olyan költ próbáltam megtalálni, ami neki hozzááll és megfelelő, de sajnos nem ismerik, és nem védték meg még a konfliktusából, hogy a Donina apukájával összeveszett. Szóval, ha tetszett ez a videó, iratkozzatok föl, és kövessetek be Instagramon, és nyomjatok rá egy lájkot, és nyomjatok egy kommentet is, hogy milyen fajta videót szeretnétek még látni. Nem sokára jön az új sorozatom, amit ki fogunk nyomni itt YouTube-on, szóval kövessétek. Szóval további szép napot nektek, sziasztok, csórokoporsok!